Gyülekeznek az indulók a királyegyházi cementgyárnál. Általános iskolások vannak többségben, akik Baranya különböző településeiről érkeztek ide. A 10 éves Benedek és a 12 éves Balázs először áll rajthoz. Én még soha nem indultam ezen, 3 kilométeres futáson indulok, és még nagyon nem érzek semmi mást. Nekem ugye ez az első versenyem, szeretnék jó futni, és igazából ennyi. Egy alapos bemelegítés után elindult a kisiskolások mezőnye. A cementgyár már évek óta megrendezi ezt a jótékonysági futóversenyt. Nagy örömömre szolgál, hogy újra itt lehetünk, immár 9. alkalommal az Együtt a Gyermekeinkért futóversenyen. Most már közel 700 résztvevővel számolunk, azért ez egy óriási szám, és annak is nagyon örülök, hogy sok céget tudtunk még magunk mellé találni, szervezőnek, illetve szponzornak, hogy ennyi gyerek ennyi ajándékba részesülhessen. Nagyon érdekes volt látni, hogy a kollégáim gyakorlatilag esténként varták azt a rengeteg érmet, hiszen most nagyon sok befutónk van és sok ajándékra is van szükség, ahhoz, hogy minden gyerek ma estig bezárólag boldogan tudjon távozni. Azonban lehet, hogy egy időre most állhattak rajthoz utoljára az indulók. Ennek külső okai vannak, tudtuk meg Hoffmann Tamástól. Azt is sajnos kénytelen vagyok elmondani, hogy valószínűleg ez most egy belátható időn belül utolsó futóversenyünk van, hiszen a jelen jogi és gazdasági helyzet, de inkább én a jogi helyzetre tenném a hangsúlyt, ez nem teszi lehetővé. A vállalatunkat immár 3 éve olyan mértékű különadó sújtja, hogy sajnos a helyi közösségeket nem tudjuk olyan arányban támogatni, hogy ezt eddig tettük. Nagyon szomorú vagyok emiatt, hiszen itt most az elmúlt 13 évben mi fölépítettünk egy elég komoly rendszert, és nagyon sok emberen és nagyon sok gyereken, nagyon sok civil közösségen tudtunk segíteni. Amennyiben fennmarad ez a különadós rendszer, abban az esetben mi sajnos nem tudjuk tovább folytatni, viszont a jó hír az, hogy abban a pillanatban, hogyha a magyar kormánnyal megoldást találunk, akkor viszont vissza tudunk térni az eredeti tervhez, és ugyanúgy tudjuk kivenni a részünket a helyi közösségek életéből. A szervezők az idei évben is nemes célt tűztek ki maguk elé. A támogatók által felajánlott összeget, valamint a nevezési díjakat teljes egészében a résztvevő iskolák számára ajánlják fel sport- és mozgásfejlesztő eszközök vásárlására. A szervezők külön köszönik azoknak a versenyzőknek a hozzájárulását, akik ezt a nemes célt magukénak érezve a meghatározott összegen felül fizettek nevezési díjat, és ezzel növelték az iskoláknak nyújtott segítséget.